Nem sok hiányzott ahhoz, hogy befejeződjön az idei sakkcsapatbajnokság. Mindössze két forduló volt vissza, és ekkor vetett véget az NB1-es csapatbajnokságnak az Országos Szövetség. A már hosszú ideje az ország három legjobb csapata közé tartozó atomerőmű ese együttese a második helyen állt éppen a favorit Nagykanizsa mögött, az ASE sakkozói készek a folytatásra. Várhatóan talán a két fordulót még, ha lehet, hogy nem ilyen dupla fordulós, záró fordulóként, hogy mindenki részt vesz benne, tehát, hanem esetleg egyéni csapat versenyeken fog majd eldőlni. Valószínűleg még lesz egy ilyen befejező forduló, de hát ez még bizonytalan. Vissza van még a Nagykanizsa Paks meccs, de ez már a 2019-20-as csapatbajnoki cím szempontjából nem igazán osztszoroz, mert az ellenfél 9 ponttal vezeti a bajnokságot. A második hely olybá tűnik, most is meg lehet, immáron 6-szor az elmúlt 10 évben. A bajnoki cím megszerzése a jelenlegi erőviszonyok alapján nem reális. Elég jelentős erőfölény van a Nagykanizsa, a cserepadja is csupa nagymesterekből áll, és nagyon sok külföldi tudnak mozgósítani. Nagyon nehéz ellenük összeállni. Mi egy kicsit szerényebb csapattal rendelkezünk, de nagyon ütőképes szintén. Büszkék arra, hogy 5 saját nevelésű nagymesterük van, akik náluk kezdtek. Ács Peti, Berkes Feri, Pap Gábor, ugye Fodor Tomi is itt játszott, Szabó Krisztián, tehát, és most is nagyon nagy esélye van, hogy a Kacur Fori és a Lizák Peti nagymesteré érik, tehát őket támogatjuk, és próbálunk a paksi foci csapathoz hasonlóan esetleg honi játékosokkal megoldani a csapat összeállítást. Visszatérve a bajnokságra, a második hely újra meglehet a tavalyi bronz után, amiért még ugyan dolgozni kell, nincs a zsebben, noha az egyik ellenfél éppen a Nagykanizsa. Mivel ők már gyakorlatilag bajnokok, megeshet, hogy nem a legjobb játékosaikkal érkeznek erre a meccsre. Talán nem hozza a nagy ágyúit, vagy minden nagy ágyút nem hoz, tehát egy ilyen szorosabb meccs lehet. Viszont hát ugye a vírus helyzettől függően olyasmit hallottam, hogy esetleg augusztus végén lehet róla szó, hogy külön csapatként, tehát mondom nem összevont fordulóként megrendezve lezárulhat a bajnokság. A sakkvilág is, mint a klasszikus olimpiai sportágak, a jövő évi olimpiára tekint, amit Moszkvában rendeznek. A magyar férfi és a női válogatottban is szerepel minden bizonnyal majd egy-egy paksi éljátékos, Berkes Ferenc és Vajda Szidónia szemében. És egyfajta sportdiplomáciai sikerként feltétlenül megemlítendő, hogy a női válogatott csapatkapitányát, szakvezetőjét, Pap Gábort is az ASE delegálja majd a sakkolimpiára. A sakkozók a kényszerszünetben gépi edzésekkel online módon formában tudták tartani magukat. De a két havi legalább egy nagy verseny már minden komoly versenyzőnek nagyon hiányzik.